Japán főmetropoliszának fővárosának a főkerületei közül a legfőbb nem más, mint Csióda. Jesus, ez, kezdjünk már valamit. Olyan pixeles, nem látni semmit. Ez hol van? Ja. De jó én, mi ez az egér? 3 days later. Itt van Tokió 4 legforgalmasabb és legnagyobb kereskedelmi központjai közül, a legesleg párhuzamosabb, a japán parlament épülete, a minisztériumok egy része, és persze nem utolsó sorban a császári palota. Ez akárhogy is nézem a legutolsó sor, de most ezen ne akadjunk fenn. Vagy mégis? Ez azért mégiscsak kiborító! A császári palota olyan, mint Budapesten a Várnegyed, annyi különbsége, hogy itt nem egy demokratikusan megválasztott miniszterelnök, hanem a császár uralkodik. A telek becsült értéke a 90-es években történelmi csúcsokat döntött. Az aktuális árfolyammal végzett kalkulációk alapján, ha a császár és családja eladásra kínálta volna a telket, és te pont a világ legnagyobb, legforgalmasabb és legzajosabb metropoliszának kellős közepén kerested volna, a természet nyújtotta csendet és nyugalmat, akkor többet kellett volna fizes, mintha meg akartad volna venni Kalifornia államot. Az egészet! És ez csak a telek, az árba a császári palota épületei bele sincsenek számítva. Mint a rezidencia, a császári kórház, a császári őrség központja, a levéltár, az ünnepi díszbizottság zenei osztályának hivatala, vagy valami ilyesmi, nem tudom, meg Google fordítót használok. Google ordítót. Plusz itt van a végtelen fraktálok labirintusa. Hivatali központ. És mindezek mellett ugyanez a telek ad otthont olyan nevezetes látványosságoknak, mint a Niubashi híd, a kicseszett nagy tranzisztorokkal a háttérben, az óra, mely a földre érkező UFO-k számára mutatja a pontos japán időt, néhány a Trump által összes***ezett fotelek és székek közül, és persze utolsó, de nem az első sorban, középről kettőt balra, Hushu Hoki Masashige lovas szobra is, ami jól és szépen ábrázolja a mozgásban lévő dinamikákat, amiket szakrálisan dekomponált és vertikálisan stílizált formában kívánt és hivatott ábrázolni. Már csak azt nem értem, hogy a művészettörténet diplomám még mindig ilyen üres. De ez legalább a dinamika ábrázolásáról lett híres, nem úgy, mint Hadik András lovas szobra a budapesti Várnegyedben. Ami csak akkor hoz szerencsét, ha megsimízed a golyóit. Azért ilyen csillogós. Ezt nem én találtam ki, tényleg van ilyen legenda. A császári palotától nem messze van a japán parlament épülete. De ha nagyon pontosak szeretnénk lenni, ez a National Diet Building, ami magyarra fordítva nemzeti diéta építést jelent. Azt nem értem, hogyha a világ harmadik legnagyobb gazdaságának csak, érted? Csak egy ilyen épületre futotta, akkor annó erre a magyaroknak honnan volt? Egyáltalán, hogy ment ez át? Na mindegy, most legalább hivatalosan is a magyaroknak van a legszebb parlamentjük. Az attogalmat mennyibe kerül egy ilyet fenntartani? Nem, hogy örülne, még hisztizik a paraszt, hogy mérje jó neki, leszem megáll. Na hát, ez mire jó? Óvatosan, kisfiam. Ezzel a gombbal lehet kivezettetni a jobbikosokat. Plusz állíthatod vele az ülésütés, meg a klímát. Csióda, Tokió első számú és egyben legkisebb kerülete. Zászlóját egy míves elbetű tölti ki. A kerület a város kellős közepe, egyik legfőbb gazdasági erőforrása, a történelmi Edo centruma és az univerzum szívcsakrája. Halljak meg, ha ez nem Románia, hát de most nincs igazam? Most ebben igazam van, mert az állam fizette a pénzt. Tokió kerületei közül Csióda nem csak a legkisebb, de a legkevésbé lakott is. Ez nyilván a császári palota gigantikus méretének köszönhető. Ezen adatok ismeretében még inkább megdöbbentő az a tény, hogy a kerület üzleti negyedében folyó kereskedelmi tevékenységek teszik ki a világ harmadik legnagyobb GDP-jének egy negyedét. Jó hallottad, ezt itt? Ez a pár épület. Még két dolog, ami Csiódában van. A legfőbb bíróság tekintélyt parancsoló betonépülete, és a miniszterelnöki hivatal. 1922-ben. Ma így néz ki. Ja, és akkor ezt a kis nyúlványt itt még nem is említettem. A kihabaráról biztos hallottatok. A háború után háztartási elektronikákat lehetett errefelé vásárolni, mint például mosógép és hűtőszekrény. Napjainkban lehet kapni játékokat, telefont, kamerát, minifigurát, mangát, alkatrészeket, még több elektronikát, még több mangát, kártyákat, óriási minifigurákat. És
persze mosógépet meg hűtőszekrényt. Akihabarával együtt ez a kerület tökéletesen reprezentálja Japán egészét. Császári palota, szentélyek, a természet és a beton egyensúlya, munka, kereskedelem, pénz, anime, videójátékok és szórakozás. Az ország egyik legforgalmasabb pályaudvarával még a híres japán vasúti közlekedés is képviselve van. Ha Tokióban jársz, de csak kevés időd van, itt egy kerületen belül jól megismerheted a japán kultúrát. Mondjuk itt a határ túloldalán van egy híres vidámpark, itt meg a tokiói torony, de hát ha te most egy kerületen belül szeretnél maradni, akkor ez a te döntésed, érted? Hát most ha érdekelnek a videó megjelenése előtt kiszivárgott felvételek, kövesd be a Technoscope Facebook vagy Instagram oldalát. Vagy mindkettőt!